Köszöntöm nézőinket! Március 1-től az ország több pontján tesztüzemben elindultak az e-receptek. Hogy miért van szüksége az egészségügyi rendszer digitalizációjára, és mi mindent hozhat ez az új rendszer magával, erről beszélgetünk mai műsorunkban. Vendégünk dr. Meltzer Mária, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Békés megyei elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszöntöm a kedves nézőket! Régóta zajló folyamat, hogy elektronikus rendszerben történjen az egészségügy átszervezése. Honnan is indult el ez a kezdeményezés, és mi a lényege ennek a szándéknak? Hát körülbelül 2 évvel ezelőtt kezdődött el, hogy miután az elektronikus technika ilyen magas szinten van ma már, és olyan sok mindent lehet interneten és számítástechnikával megoldani, talán az egészségügynek is a szervezési részét, amit ugye az egészségügyi szervezési feladat, ez egy nagyon fontos része az egészségügynek, talán ezt is lehetne egy egészségügyi térben internetes alapra egyszerűsítve, könnyítve, akár az egészségügyi dolgozók számára, akár a betegek számára ezt megcsinálni, elvégezni. Minden beteg és minden állampolgár érzi azt, hogy milyen új diagnosztikai eljárások vannak ma már az egészségügyben, ami szintén ezeken alapszik, hogy az orvosegyetemeken is ezeket az internetes kiértékelések és internetes vizsgálatoknak már külön szaka van, külön oktatják ezeket. Akár egy orvos erre is specializálódhat, mint régen volt belgyógyászat, sebészet, stb. Most erre a diagnosztikára, erre az újfajtára is tud specializálódni. Na most, hogyha ezek a vizsgálatok, ezeknek az eredményei, ezeket a betegek pillanatnyilag ugye olyan módon kapják meg, hogy elmegy az orvoshoz, megvannak az eredmények, és szépen papíron, ugye hazaviszi. Mikor megy legközelebb újra egy vizsgálatra, akkor viszi ezeket az eredményeket, viszi magával. Ez egy nehézkes dolog, otthon felejti, nem felejti, hol, mint szóval. Ezt nem lehet csokorba kötve tartani, mert itt el lehet képzelni, hogy majd a most született gyermekek, akik ugye most majd csecsemőkoruktól kezdve, egész életük végéig, egy folyamatában lesz végig vizsgálva ez a dolog. Tehát lehet tudni, hogyha valakinek 10 éves korában vérvétele volt, 50 éves korában is tudják azt megnézni, hogy 10 éves korában ő neki milyen leletei, vagy milyen eredményei voltak mondjuk. Ugye én itt csak ennek a komplexitását szeretném itt most elmondani, tehát hogy milyen hatalmas lehetőségek vannak ebben, hogy az egész életút, magyarul egészségügyi életút végigkísérhető. Az analóg világban erre nem volt lehetőség, hogy valaki akár évtizedekig visszamenőleg visszakeresse a beteg életútját? Hát ma is már ennek a lehetősége megvan. Tehát, hogy megvannak már ezek számítógépes formátumban is, na de minden intézménynek magának. Tehát mikor elmegy valaki egy másik intézménybe, mondjuk valaki Budapesten volt egy kórházban, vagy Pécsen van, akkor külön engedély kell hozzá, ugye, hogy akkor a pesti eredményeit ott lehívják, de megvan ennek a lehetősége. De ez az egészségügyi tér, amiről beszélünk, ez a felhő, hogyha ugye ez azért most már egy elég közismert szó, tehát ennek a lehetősége ezt az egész folyamatot meggyorsítja, egyszerűsíti. Itt elég egy tajszám alapján, egy beteg után, hogy így mondjam, kutakodni, elég lesz egy elektronikus személyigazolvány alapján a beteg engedélyével. Tehát azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy se személyiségi jogok, se beteg jogok. Tehát semmi nem sérülhet ebben a rendszerben olyan formán, hogy arra illetéktelen személyek betekintést nyerhessenek. Ez minden körülmények között csak a beteg beleegyezésével, a beteg tudtával, a beteg engedélyével lehetséges. Nyilván itt nagyon komoly biztonsági kérdések is előkerülnek, hogy hogyan védjék azokat az adatokat, ami nyilván a létező legérzékenyebb információ lehet egy adott személy életéről, hogy milyen előzményei vannak a betegségének, milyen az egészségi állapota, mennyi a vérnyomása. Hogyan igyekszik a rendszer gondoskodni a felől, hogy ezek az adatok biztonságban legyenek? Én amit az előbb elmondtam, tehát hogy ezek a biztonsági technikák abszolút ki vannak építve ebben a rendszerben. Itt Európai Uniós pénzt kapott Magyarország arra,
hogy ezt kifejlesz-e. Én nem vagyok olyan jártas itt a számítástechnikában, hogy én ezt tudjam. Hát ehhez ugye sokkal jártasabbnak kell lenni, és nyilván ez jobban kell nálam. Olyan szemét kell majd esetleg erről megkérdezni, érdemes is. Tehát akár a fejlesztőket is, ők Budapesten vannak, akár őket is erre egy ilyen beszélgetéssel le lehet hívni, mert az nagyon fontos, hogy a lakosságot megnyugtassuk ebből a szempontból. Tehát, hogy soha senkinek semmilyen adata az nem kerülhet olyan helyre, ami helyen annak az adatának nincs helye. Hogyha visszatérünk ugye a gyógyszerelésre, mert egy kicsit erről szeretnénk mi itt most beszélgetni. Tehát amikor én ebből a felhőből majd, ugye, de most előre szaladok, lehet egy kicsit a beszélgetésbe, lehívom a betegnek azokat az adatait, hogy milyen gyógyszert, mit írtak fel, tehát mi az, amire a betegnek szüksége van, én soha nem fogom tudni látni azt, és nem tudok a rendszerbe behatolni soha, hogy én más olyan adat birtokába kerüljek, ami nem érem tartozik. Tehát itt mindig mindenki csak azokat az adatokat fogja ismerni, tehát olyan áttétek és olyan, ezt én több ilyen beszélgetésen voltam, és több ilyen helyen voltam. Nyilván nem tudtam megérteni, amit mondottam volt, hogy működik, részét, tehát igen, az informatikai igen. Részét, tehát nem is kívánható, hogy én egy felhasználó része vagyok, ugye egy kis lánceme vagyok ugye ennek az egész nagy rendszernek, tehát azt gondolom, nem is kell én nekem ezt ismerni, hát akkor én fejlesztettem volna, ugye ki, hogyha most én ezt ilyen formában így tudnám. Tehát, hogy itt az a lényeg, hogy én nem fogom tudni. Én csak a rámeső részt, amit én nézhetek. Egy másik hely, megint ugye azt a részét, amit nézhet. Nyilván, hogyha egy betegnek van egy súlyos betegsége, és több dolgot kell összevetni, az a szolgáltató, egészségügyi szolgáltató, akkor ilyen csúnya szóval itt nevezem magunkat, tehát az betekintést nyerhet majd oda. Mindenre, amire szüksége van, arra, hogy a beteg gyógyulását, a betegnek az ápolását, a felépülését, ha segítse. Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Vessük össze a papíralapú világgal. Most, hogyha az ember bemegy a gyógyszertárba, akkor viszi a kezében a kinyomtatott vényt, és átadja a gyógyszerésznek, így derül ki, hogy milyen gyógyszert írt fel neki az orvos. Az e-recept világában ez hogyan történik? Hogyan ad engedélyt a beteg? Az e-recept az egy másik eljárási rend lesz itt. A beteg ugyanúgy elmegy az orvoshoz, a beteg ugyanúgy megvizsgálja, és a beteg gyógyszerelését megállapítja, megteszi. Ezzel a beteg nem papíralapú recepteket fog hozni a patikába. Abban az esetben, amennyiben az orvos e-recept írását elvállalja, hogy ő ezt fogja, ilyen formában fog gyógyszert rendelni. Mert azért meg kell mondjam, hogy az első, körülbelül ennek a kifejlesztésére, illetve végleges bevezetésére körülbelül 5-6 esztendőt szám az egészségügyi kormányzat, hogy párhuzamosan lesz 1-2-3-4-5 évig a különböző receptforma együtt. Tehát lehet olyan orvos, aki inkább megvárja a tapasztalatokat, továbbra is vagy papír alapon küldi, lesz olyan, aki bátrabb, és azt mondja, hogy rááll erre az internetes módszerre, és vannak bizony még ilyen kisebb falvakban, vannak még olyan doktorbácsik, meg doktornénik, aki kézzel írja a receptet, tehát azt is megteheti. Tehát nem lesz ez a dolog itt a számításaink szerint szeptember végén, október elején kerül országosan bevezetésre, de nem kényszer lesz. Ezt is nagyon szeretném hangsúlyozni. Én a magam részéről azt szeretném, hogy ez minél előbb megtörténjen, tehát mert egyszerűsíteni az orvos, egyszer kellene ezt a dolgot megtanulni, kifejleszteni, de jobban mondom, azt gondolom én, hogy elfogadni. Tehát elfogadni azt, hogy a jövőben ez így történik. Akkor hogy történik? Bemegy, felírja az orvos neki, elrendeli neki. Ugye nem írja most már fel receptre. Maximum kattint kettőt az egérrel a számítógépen. Igen, felkerül a felhőbe azok a gyógyszerek, amikre a betegnek szüksége van. És a betegnek kinyomtatnak egy papírt. Ezen a papírra rajta lesz minden gyógyszernek a neve, de ez nem a recept,
hanem ez egy olyan tájékoztató a betegnek, a beteg hozzátartozójának. Hogyha véletlenül bármi történik, ugye egy hozzátartozó is tudja azt, hogy az édesanyja, édesapja, nagymama ugye milyen gyógyszereket szed, és hogy egy tájékoztató papírt, azon rajta lesz, hogy felírtak neki 5-féle, 10-féle, x-féle gyógyszert. Bejön a beteg a gyógyszertárba, és a gyógyszertárba tajszáma alapján, vagy akinek van már elektronikus személyigazolványa, annak alapján a gyógyszertárba le tudják hívni azokat az adatokat, amiket az orvos felküldött ebbe a felhőbe. Na, most... Tulajdonképpen akkor arról van szó, hogy van egy távoli adatbázis, mondjuk, egy távoli számítógép valahol, fizikailag elválasztott térben, és ehhez a fizikailag elválasztott informatikai térhez mind az orvos, mind a gyógyszerész hozzáfér, ahová közösen feltöltik az adatokat, és akkor onnan töltik. Tehát nem a betegnek kell elvinni az információt magát. Meg otthon fel lehet tenni a receptet, meg nem ezt a receptet akartam hozni, egy másikat akartam hozni. Szóval ez a dolog megszűnik. Akkor a betegnek továbbiakban mindenben ugyanaz a lehetőség áll a rendelkezésére, mint eddig. Nem kötelező minden gyógyszert elvinni. Nem kötelező mindenből annyi dobozzal elvinni, amennyi írva van, hogyha ugye ő neki, mit tudom, kevesebbre van szüksége. Mert ugye van, hogy 3 hónapra lehet felírni egyszerre gyógyszereket, van, hogy valaki ugye egy-két havit kivált, és a harmadikat nem. Tehát mindenben ugyanarra lesz lehetőség a betegnek, mint eddig, hogy kiválogatja, mire van szükség, mire nincsen szükség, ugye nyilván most már nem az lesz, hogy a receptet elolvassa, hanem de a papírjáról is, ugye ő mondani fogja, hogy mi az, amire szüksége van, és mi az, ami nem, mert még van otthon. És akkor... Bocsánat, az orvos is látni fogja, hogy mennyit váltott ki belőle a beteg? Abból, amit ő felírt? Hát a beteg, ugye az orvos az azt feltételező, hogy a beteg kiváltotta, de nyilván van visszacsatolás. Van visszacsatolás. És hát most is meg tudják ugye nézni azt, hogy a betegek kiváltotta azokat a gyógyszereket, amiket felírt neki. Erre most is van lehetőség. És akkor ugye a beteg elviszi azokat a gyógyszereket, amire szüksége van, a többi pedig visszakerül a felhőbe. A gyógyszertár visszaküldi ezeket a gyógyszereket ebbe a központi, már mondjuk úgy, hogy agyba, adatbázisba, igen. És az ott a legközelebbi alkalomig, amíg bármely patikába. És ez nagyon fontos, mert itt inkább úgy veszem észre, hogy akár a szakemberek, akár mi magunk gyógyszerészek, vagy maguk az orvosok, ugye nem tud, hát nincs elképzelésünk, na mondjuk meg őszintén, hogy behatárolt az embernek ez a lehetősége arra, hogy mit képes felfogni, ugye különbözőek vagyunk, hogy mire képes ma már a technika, tehát bárki bármelyik gyógyszertárba bemehet, ha ma Békés Csabán valaki így kiváltott gyógyszert, 6 hét múlva Sopronba van, akkor Sopronba is bemehet ugyanúgy a gyógyszertárba, mert ennek a tajszámának az alapján meg tudják nézni, hogy mi az a gyógyszer, ami neki még ott kiváltható. Nyilván megszűnik az, hogy megkaptam, nem kaptam, kiváltottam, hogy van, mint amit. Ez annyira egyértelművé válik, mert akkor, amikor a beteg megkapja a gyógyszertárban a gyógyszerét, akkor kinyomódik a blokk után egy újabb kis tájékoztató, amin rajta lesz, hogy mi maradt neki. Tehát mi az, amiért ő még jöhet, hány doboz maradt neki, milyen gyógyszer maradt neki, stb. Itt a legfontosabb, ami még mi se tudjuk, ugye itt ennek az elektronikus aláírás. Mert ugye eddig is ez a vények eddig is, mint egy utalvány, vagy mint egy csekk mondjuk szerepeltek. Tehát alá kell írni a vényeket. Ugye ezeket a vényeket azért kell aláírni, mert erre a társadalom biztosítás a gyógyszertárnak pénzt fizet ki. Tehát ez egy recept, ez ugye nem csak egészségügyi szerepe van, ennek anyagi elszámolási alapja is van, mert ennek alapján történik az elszámolás az OEP-el. Tehát itt ez az elektronikus aláírásnak ez a része, ezt őszintén megmondom, hogy én magam is eléggé
hogy szkeptikus vagyok abban, hogy akkor ezek itt hogy fognak zajlani, vagy hogy tudjuk egy bankkártyásnál, meg stb.-nél. Tehát, hogy azért ez a dolog, ez hogy fog működni. De hát majd a gyakorlat az nyilván ki fogja forrogni, és azt nyilván meg fogjuk tudni, hogy hogy működik. Csak félni nem szabad az új rendszertől. Hát legyen akkor ez a végszó. Nagyon sok kérdés van, még reméljük, hogy minél több mindenre, minél hamarabb választ kapunk. Nagyon szépen köszönjük, Gyurcérész asszonyunk. Én köszönöm. Én köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, ennyi fért mai adásunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!